Prokop Sándor, olimpiai bajnok, kerületi sportlövész nevét kapta meg az idei évtől, a Diák Olimpia helyi lövészeti versenye. Ráadásul az esemény helyszínének az a Zila kávéház lett kiválasztva, ami 100 éve még lövöldeként működött, és ahol akkor Prokop Sándor gyakorolt. Az olimpikon fia szívesen adta hozzájárulást a névhasználathoz. A verseny megkezdése előtt a kerületi Diák Olimpia szervezője a 100 éves olimpiai aranyérem részleteit bontotta ki a lövészeknek. Az eredményét figyeljétek! Ugye 300 méteres fekvő testhelyzetű kispuska lövészetben nyert, 10 lövésből 97 körrel. Hát ilyen eredményt kívánok nektek! Az önkormányzat nevében Galgóczi Zoltán alpolgármester buzdította jó eredményre a kerületi sportlövőket. Talán ez a legméltóbb helyszín, az előbb elmondottaknál fogva, hogy komoly történelmi hagyományai vannak a kerületben a sportlövészetnek. Én azt kívánom a mai napra nektek, kedves diákok, hogy nyugodtan, a lehető legjobb tudásotokat adva pontosan célozzatok. A versenyen minden kerületi általános iskola 4 fős csapatot indíthatott. Minden lövésznek 5 bemelegítő lövés után 10 léppuska tölténye maradt a maximális 100 pont eléréséhez. Csak nem mindegyik iskola megjelent a versenyen. A kupáért és az érmekért folyó küzdelemben az előnyt élvező darusok hozták a papírformát, hiszen iskolájukba lövészklub is működik. Így a lányoknál 64 ponttal Barba Enikő, a fiúknál 70 ponttal Porbíró Balázs lett az első, míg az összesített csapatbajnokságban a legtöbb pontot, azaz 186-ot is a darus iskola szerezte. Gratulálunk!